Ismét eltelt egy év, és ismét itt vagyunk a világot jelentő deszkákon. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötték a résztvevőket a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdal éneklési versenyen Nyíregyházán. A hagyomány szerint idéni szalagot kötöttek fel azok az iskolák, akik most először szerepeltek a versenyen. Így például többek között a Tápió Szelei, a Gyöngyösi és a Beretyú Újfalui csoportok. Az országos megmérettetést idén már 19. alkalommal rendezték meg. A helyszínt idén is a Múlit Zsigmond Általános Iskola Vécsei Károly tagintézménye biztosította. Ha körülnézek a teremben a sok-sok várakozó arcocska, a táncpedagógusok ismerős sziluettje mind azt mutatja nekem, hogy itt a 19 év alatt sikerült egy nagyon népszerű, nagyon színvonalas és szerethető rendezvényt létrehoznunk a vásárhelyével közösen. A versenyre évek óta már a Dunántúlról és a határon túlról is érkeznek csapatok. A táncosok és a népdalénekesek is három korcsoportban indulhattak. Az első csoportban a harmadik, negyedik, ötödik osztályosok, a másodikban a felső tagozatosok, amíg a harmadik korcsoportban a középiskolások mérték összetudásukat. Ebben az évben is nagyon sokan jöttek, ahogy már ez itt hagyomány nálunk tulajdonképpen, hiszen ez 4-5 éve már, vagy talán több is, hogy minden évben 100 feletti produkciószám nevez a versenyre, ez ebben az évben is így volt, 102 produkcióval érkeznek a népdalosok, illetve a néptáncosok ide a versenyre. Összesen körülbelül 370 versenyzőt fogadunk itt Nyíregyházán, úgyhogy egészen kinőtte magát már a rendezvény, országos szintűvé vált az egykor városi szintű rendezvény. A verseny különlegessége, hogy egy hiánypótló kamara verseny. Az országban ugyanis nincs hasonló, rendszeresen meghirdetett rendezvény. Szerintünk, és nagyon sokak szerint Nyíregyháza a táncnak a világvárosa. Úgy gondoljuk, hogy a művészetoktatásnak az eredménye az, hogy itt egészen aprók 6 éves kortól 22 éves korig nagyon-nagyon sok fiatal ropja. De nem csak Nyíregyházán, hanem a környező településeken is. És nagyon fontos, hogy találkozási lehetőséget biztosítsunk ezeknek a fiataloknak, hogy megnézhessék, hogy a másik táncműhelyben éppen hogyan ropják, milyen új táncanyagot tanulnak, az milyen színvonalon tud a színpadra kerülni. A kicsi gyerekek, akik még sosem voltak színpadon, elkezdik az első lépéseket megtenni. A nyíregyházi megmérettetésen 42 néptáncos és 55 népdalos produkciót láthattak. Országos néptánc tanulmányi kamara versenyt 3 évente rendeznek hazánkban. Idén a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola szervezi ezt majd áprilisban Nyíregyházán.